Forma 1-es autóversenyekhez hasonlítható izgalmas csata végén a 50-50 katamarán nyerte meg az idei 56. kék szalagot Józsa Márton kormányos irányításával. Egy női egység volt a legkitartóbb, több mint 41 órát töltöttek a vizen. Ők Párizsban is folytatják. Reggel 5 órai kelés után elindultunk Budapestről Füredre, hogy első kézből tudósíthassunk Európa legnagyobb tókerülő versenyéről. A szokásoknak megfelelően a Tagore sétány kikötői részén ezúttal is színes programok és tevékenységek várták az érdeklődőket. A fiatalabb korosztály egy-két vitorlás élményhez is juthatott. Reggel 9 órakor kezdődött a rajt, több mint 500 hajó és 2500 versenyző sorakozott fel a mintegy 6,5 km hosszú rajtszakaszon. Mi már a rajtfigyelő hajóról kezdtük a napot. A kék szalag egy sebességi rekordról szóló verseny, ami a hajó fejlesztését ösztönzi meg a csapatoknak, ha itt tetszik, a adrenalin szintjét meglehetősen emeli. Mivel ez most már több mint 70. alkalommal kerül megrendezésre, éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos esemény az életünkben. Talán a magyar vitorlázás legismertebb rendezvénye a kék szalag, és ezért azt gondolom különösen fontos. Mint egy 510 hajó indult el, de ezen kívül csak rendező motoros van körülbelül 40, önkéntesünk van több mint 100, tehát ez egy meglehetős nagy rendezvény. A rajt időpontjában egyébként 5-7 csomós északi a szél fújt, és a hagyományos hajók jelentős része is a rajtvonal északi vonala felé haladt. Technikai szempontból is jelentős volt az idei kék szalag, ugyanis számos újdonsággal rukkoltak elő. A Gyuri Egyetem és a Telekom munkatársai dolgoztak a technikai bravúrokon. Élőképen GPS jelek alapján lehetett végigkövetni a mezőnyt. Újdonságokkal készülünk folyamatosan. Hoztuk ugye a tavalyi évhez képest most a streaming szolgáltatás pluszban és a trackinget is pluszban. Alapokat mutatunk most meg. Van ebben még egy fejlesztési lehetőség. Fogunk még erről egyeztetni a szövetsége vezetőivel. És én azt gondolom, hogy jövőre egy még nagyobb léptékben fogunk tudni megjelenni. De amit már most fogunk tudni a versenyzők, illetve az élményfokozás mögé állítani, az a mesterséges intelligenciának egy picit bevonása ebbe a rendszerbe, ugyanis minden versenyző, aki végigmegy a versenyen, fog tőlünk kapni egy olyan linket, ahol a saját nyomvonalát, a saját fotóit, képeit, videóit, amit a streaming közvetítés kapcsán csináltunk, a mesterséges intelligencia igénybevételve le fogunk neki generálni, és meg fogják tudni ezt ők tekinteni, meg fogják tudni ezt nézni. 10 óra után az első katamaránok összesen 15-en indultak, elérték a kenesei pályajelet. Az első helyen az Eresen vette a bóját, szorosan követte őt a Process Solutions, majd a Prospects Delta fordult a harmadik pozícióban. Miközben a mezőny sűrűje még mindig a kenesei bója felé közelít, a Prospects Delta motorosa jelentette, miután a katamarán első helyen hagyta el Siófokot, kb. 3 óra alatt értek el a siófoki bójához. Tavaly ilyenkor már Keszthelytől fordult vissza a mezőny. 14 óra környékén egy picit erősödött a szél, így 15 óra 30-kor, amikor Tihanynál jártunk, már arról számoltunk be, hogy az első katamaránok Keszthely felé közelítenek. A két munka között természetesen kipróbáltuk a 27-28 fokos Balatont, nem csalódtunk. Füzi György operatőr kollégám sajátos módszerrel szárította nadrágát. Kapitány éppen vezet, és most jöttünk a Tihanyi Rév strandjáról, hát sajátos módon próbálja meg hűteni a nadrágját. Egész nem pontosan, persze, akkor, de hát szárítod a nadrágot, igazad van. Most éppen, jó, ne szvegeljél, tehát szárítod a nadrágot. De ezen a napon nem csak a kék szalagról, hanem a füstmentes konferenciáról is beszámoltunk, amely a mindannyiunkat érintő klímaváltozás témáját járta körbe. Mit gondol, a klímaváltozás visszafordítható? Nem hinném, hogy visszafordítható lenne. Az embereknek most azért kell dolgozniuk, hogy 2050-re zéró emisszió legyen a kitűzött cél. And we must also somehow adapt. We must have the change of our. Hozzá kell szoktatni magunkat a változáshoz, mind a gazdaságban, mind pedig a társadalmi hétköznapi életben. The changes which will continue to impact our societies and economies.
És estére újra visszatértünk Balatonfüredre. Az igazi izgalom csak 20 óra környékén kezdődött. Csak nem két órás hátrányt a szó legszorosabb értelmében az utolsó pillanatban ledolgozva 50-50 nyerte az 56. kékszalagot. Egyébként ez a katamarán végig a 8.-9. helyen hajózott. Második a sokáig vezető Prospex Delta Kaiser Kristófékkal, mindössze 50 másodperccel. Harmadik az RSM Vándor Róbert és csapata lett. A negyedik helyen a Litkei Farkas kormányozta Process Solutions futott be. Keszthelyiből nagyon gyorsan átmentünk, és aztán utána onnan visszafelé egy nagyon jó vonalat választottunk a Dévi Park közelében, és ott egy kicsit frissebb szélben, illetve jobb szögön tudtunk haladni, mint az ellenfeleink. Úgyhogy ott jöttünk egy ilyen 17-8 csomóval, és akkor azért elég szépen rájuk jöttünk. A csőben még ugye negyedikként jöttünk át, és akkor a csőben már az egyik hajót bocsánat, sikerült megelőznünk. Aztán rögtön, ahogy kijöttünk a csőből, ugye az RSM-et, és aztán ugye a Prospex volt előttünk, és hát itt igyekeztünk a saját szögünket vitorlázni, ugye azt tudtuk, hogy ez a 10 csomó szél, amit volt, ez nekünk kedvezett, át tudtunk törni alattuk mélységből. Másnap már az összes versenyző túljutott a keszthelyi bóján, este az erős szél miatt pedig mind be is értek Füredre. Kékszalag után irány Marseille megkapták az olimpiai versenyhajókat a magyar vitorlázók. Érdi Mária és Vadnai Jonatán legfontosabb feladata a következő másfél hétben az lesz, hogy a lehető legjobban megismerje a hajóját, hogy a legjobb formában állhassanak oda az első futam rajtjához augusztus 1-én.